Ez a messziről jött ember a Szabad Európa podcast sorozata a Magyar Kormány és az Európai Unió a közösség intézményeinek ügyeiről. Célunk, hogy ne csak az EU erőközpontjaiból hazatérő magyar politikusok beszámolóiból ismerhessük meg a fejleményeket, döntéseket és viszonyokat, hanem objektív és független képet alkothassunk állandó brüsszeli tudósítónk Gévai Zoltán segítségével. Én Vovács Tibor vagyok. Mai témánk mi igaz azokból a kormányzati vádakból, hogy Brüsszel migránsokat akar erőszakkal telepíteni Magyarországra. Jogi értelemben megerőszakoltak bennünket, mondta október elején a Granadai EU csúcson a magyar kormányfő, akinek remélem mégsem kellett olyan borzalmat átélnie, mint egy nemi erőszakon átesett embernek valójában. Emlékezetes az a megjegyzése is, amikor a spanyol városból közzétett közösségi médiás videóját a Brüsszelben áll a bál felütéssel kezdte de nem a kép fogalmi és földrajzi zavart szeretném a mai beszélgetésünkben helyre tenni, hanem az EU menekült politikáját érő magyar kormányzati vádakat. Mert ugyan még több mint fél év van a választásokig, de a kormány kommunikációja már kampánymódba kapcsolni látszik a migránsok kérdésében. Jelen pillanatban létezik-e bármilyen Európai Uniós rendelkezés, amely menekültek migránsok befogadására kényszeríteni a magyar kormányt? Ebben a pillanatban ilyen nincsen. Ugye legutoljára, amikor az Európai Unióban volt egy ilyen, amit, ami ugye jogerőre is emelkedett, ez az, az emlékezetes 2015. szeptemberi döntés volt. Az Európai Bíróság Magyarország és akkoriban a Szlovákia keresetét elutasította, tehát nem adott igazat Magyarországnak és Szlovákiának. Magyarországnak mégsem kellett eleget tennie annak, azon egyszerű oknál fogva, hogy ideiglenes rendelkezés volt, emlékezzünk rá, kb. 1200-1235 bevándorlót, vagy migránst kellett, kellett volna Magyarországnak bevállalnia egy ilyen európai Kötelező elosztási rendszer keretében. Mielőtt belevágnánk ebbe, Igen, azért idézzük fel a hátterét ennek a történetnek. Tehát 2015-ben kezdődött körülbelül ez a probléma, ez a konfliktus, amikor először jelentek meg nagy számban bevándorlók vagy menekültek a kontinensen. Magyarország ennek elszenvedője volt, mindenki emlékezik a keleti pályaudvarnál forgatott filmekre, illetve képekre. Tehát ez volt az első pillanat, amikor nagy számban migránsok megjelentek a kontinensen. Gyakorlatilag kontrollálatlanul. Mi volt ekkor az uniónak az első válasza erre a helyzetre? Akkor kifejezetten alapvetően a szíreket érintette. Ugye ez az az időszak, amikor Oroszország az Assad rezsimet támogatva gyakorlatilag Szíriának azt a részét, ami nem volt az Assad rezsim alatt, Homs környékéről szétbombázta, hogy így fogalmazzak, és gyakorlatilag elindított egy milliós menekült áradatot Európa felé. Ugye ezt azért érdemes még egyezni, mikor arról beszélünk, hogy mi volt az oka ennek a kiváltója gyakorlatilag ennek a migrációs hullámnak, és hát én egy, egy személytől ebben igazából az Assad rezsimen mellett megnevezni, ez pedig Vladimir Putin volt, és nem véletlenül nyilván destabilizálni akart az Európai Uniót. Ez ízben sikerült is neki egyébként, tehát 2015-ben ez teljesen felkészületlenül érte az Európai Uniót, pedig azért, mert az Európai Uniónak a, menek, a közös menekültügyi és migrációs politikája nem egy ilyen helyzetre volt felkészülve. És ez megmutatta igazából azt, hogy a régi rendszer, amit sokszor Dublini rendszernek is neveznek bizonyos elemeit fogva, már nem működőképes. A probléma az volt, hogy nem tudtak egy-két éven belül a helyére állítani egy másik működő rendszert, hanem elkezdődött egy hosszas vita, egy hosszas és terméketlen, így fogalmaznak vita arról, hogy mit módosítsanak? És itt egy olyan problémával kerülünk szembe, ami szerintem az Európai Unió egészében unikális. Tudni, kezdve azzal, hogy a pozíciójukat tekintve a tagállamok legalább három csoportba oszthatók. Ugye vannak a frontországok, ezek alapvetően igazából a déli országok, ugye Görögország és Olaszországot, meg Mátát emelném ki, ahol a legtöbb menekült megérkezik Európába. Aztán vannak a tranzitországok, ezek közé tartozik Magyarország is, de Magyarország is tud frontország lenni, hiszen azokon a helyeken, ahol nem Európai Uniós tagállamokkal érintkezünk, láss Szerbia, Magyarország is frontországnak számít. A belépés szerinti ország lehet, első ország lehet. Ugyanis vannak ugye a célországok. A célországok, ahová ez a menekült áradat áramlik, irányul. Svédország, Németország főleg, de hát Belgium, Hollandia, más országok is. Ez egy olyan szituációt teremtett, hogy e között a három ország csoport között kellett volna egy olyan megoldásnak születni a kompromisszumnak, ami mindenkit kielégített volna. A Dublini rendszer alapjain kialakult szolidaritási rendszer volt az, amelyik megpróbálta volna kezelni ezt a szituációt. Mi volt ennek a szolidaritásnak a lényege, mi volt a kormányálláspontja ezzel kapcsolatban, és mit tudott elérni a magyar kormányzat, vagy hogyan viselkedett a magyar kormányzat, amikor ilyen igények merültek fel? A magyar kormányzatnak az álláspontja az volt, kategórikus volt, hogy semmi, Magyarország semmilyen olyan elosztási rendszerben nem vesz részt, ami a akár a menekültek, akár a migránsok, gazdasági bevállalóknak a kötelező elosztására vonatkozik. Ez a vonal, gyakorlatilag azóta is tartósan jelen van a magyar állásvonban, és az egyik oka annak, hogy Magyarország miért elégedetlen még most is, amikor viszont rengeteg mérföldköveket változtat az Európai Unió menekültügyi politikája, azt kell, hogy mondjam, de van egy új terv az asztalon, egyelőre csak tervnek nevezem, javaslatnak, hiszen az Európai Uniós intézmények még tárgyalnak erről, ez pedig ugye úgynevezett migrációs paktum. Ha összehasonlítom ezt a migrációs paktumot azzal, ami 2015-ben volt, és amit megpróbáltak akkor rohamléptekkel tető alá hozni, ez egy sokkal stabilabb megoldás, a magyar kormány számára is szerintem sokkal jobb megoldás, de a magyar kormány számára még mindig elfogadhatatlan megoldás, mert nem orvosol a magyar kormány számára olyan problémákat, amelyeket kezdető fogva, illetve változó élel, ezt kell mondjam, képviselt. Ez pedig az, hogy ahogy Magyarország azt mondja, hogy a menekülteket vagy pedig a bevándorlókat, mindazokat, akik az Európai Unióba akarnak érkezni. Egyébként a kettő kategória messze nem ugyanaz, és egészen más megoldás vonatkozik rájuk, hogy nem, Európa, nem, nem szabad szóval beengedni az Európai Unió területére, hanem az Európai Unió területén kívül kell módot találni arra, hogy ők benyújthassák a kérelmüket, és ez alapján bírálják el. Most ez azért a gyakorlatban nehezen megvalósítható, többek között azért nem, mert az Európai Uniónak elég kevés hatása van arra, hogy mi történik a határaink kívül, és azért ezt látjuk. Ugyanez vonatkozik a migrációs hullámra is, bár Látható, az Európai Unió elindult olyan új, új is, egyébként, amelyeket a magyar kormány is kezdető fogva hangsúlyozott. Az Európai Unió elkezdett olyan szerződéseket kötni, Tunéziával volt az első. Lehet persze mondani azt, hogy ez nem jól működik, de, de mögötte van az az elképzelés, hogy olyan átfogó megállapodásokat kötnek, amelyeknek a végleges célja az, hogy ezek az országokat érdekelté tegyék abban, hogy a migránsokat ne engedjék tovább, vagy ne ömlesszék az Európai Unióra. Ennek ellenére úgy gondolom, és azért ez látható, hogy a a migránsok tömegeit nehéz visszatartani, egyrészt azért, mert mindig van ok akár a klíma, az elhúzódó, elmélyülő klímaválság, akár politikai konfliktusok, akár a jobb létben bízás, ami elindítja ezeket a hullámokat, és van egy nagyon fontos negyedik tényező, amely ellen egyébként úgy tűnik a magyar kormány sem lép fel elég erélyesen, az embercsempészet. Amikor erről beszélek, azért fontos ezt megjegyezni, mert az embercsempészet, ugye ez egy virágzó üzleti modellé vált, és egyelőre az Európai Unió ezt nem tudta megtörni, mert hiszen ahhoz, hogy megtörje, az is egy kifejezetten egy, egy egész láncot kellene felépíteni, ami egész a forrásországokat összeköti az Európai Unióval. Na, amikor erről beszélek, szumma szumma, azt akarom mondani, hogy a migrációs probléma, aminek része a szolidaritás és része a felelősségvállalás, egy olyan, hosszú, egy olyan hosszú láncról van szó, amelynek, ha nem kezeled minden elemét jól, akkor nem fogsz eredményt el elérni. Az Európai Unió elkezdte ezt építeni, de azt látni kell, hogy a tagállami érdekek számos ponton keresztezik egymást. Olaszországnak például az lett volna az érdeke, hogy vegyék át tőle, minél több beérkezőt vegyenek át tőle, hiszen ezek a beérkezők ezek az Európai Unióba érkeznek. De ugyanakkor a szabályok értelmében a belépés szerinti országnak különleges felelőssége van. Akkor ők meg kérik a szolidaritás cserébe. Ezt viszont nem volt hallandó megadni például a magyar kormány sem számukra, mert a magyar kormány úgy gondolta, hogy ő a kerítéssel, meg más eszközökkel, amik úgy fogalmazok elidegenetik, vagy elrettentik a bevándorlókat, a gazdasági bevándorlókat, migránsokat, meg tudja oldani a problémát. Ez egy európai léptékű probléma, ami európai megoldás után kiállt, és ennek lesz lenyomata a migrációs paktum. Nem fog tökéletesen működni, jobb lesz annál, ami volt, de azt látni kell, hogy addig, amíg ennek az általam is említett láncnak minden elemét nem tudja kellően hangsúlyosan kezelni az Európai Unió, ami akár éveket, évtizedeket is igénybe vett még, addig ez a fajta frusztráció és egyben lehetőség a politikai pecsenyéknek a sütésére mindig rendelkezésre fog állni. Az új menekült politikai rendszerben, tehát ebben az által is emlegetett migránspaktumban vagy menekülpaktumban, tegyük hozzá, hogy ez még nem egy elfogadott állapot, hanem csak egy javaslat. Tehát ebben a javaslatban, ebben a tervben szerepele bármilyen olyan kitétel, amikor egy tagállam köteles befogadni az Európai Unió vezetése által szétosztott bevándorlókat vagy érkező menekülteket? Direktben nem. Azt hiszem, a, annak a hosszú több éven keresztül zajló terméketlen vitának az lett az egyik konklúziója, hogy direktben nem lehet a kötelező elosztási rendszert erőltetni. Ezt hiszen mindenki elfogadta, egyébként még az olaszok is elfogadták. Viszont van egy, vannak olyan pontok, amiben ez megkerülhetetlen. A most a, a tárgyalóasztalon lévő javaslat, amit egyébként már a tanácsi álláspontot is elfogadtak Magyarország és Lengyelország ellenében, és a parlamentnek is megvan a saját álláspontja, gyakorlatilag azzal számol, hogy a szolidaritás kötelező nem kötelező viszont befogadni. Mikor erről beszélünk, az azt jelenti, hogy a szolidaritás ki lehet fejezni különböző eszközökkel is. Tehát ha nem fogadsz be, akkor viszont meg kell fizetned mondjuk ennek az árát, kell fizetni egy 2000 eurós fejpénzt minden egyes menekült után, akiket nem fogadsz, nem osztasz el. Ez már önmagában egy kicsit súlyos tehernek minősül szerintem, Ugye nyilván nehéz fölvállalni, de van más eszköz is, más lehetőség is. Oda küldök határőröket, ahol a forrópontok vannak, illetve segítek regisztrálni. Na most a rendszerben viszont van egy olyan elem, hogy, mert hogy a visszaküldés az az egyik gyenge pontja az egész Európai Uniós menekültügyi politikának, a leggyengébb pontja az, hogy körülbelül rengeteg visszaküldési határozat születik, akik ben vannak az Európai Unió területén, de nem hajlandók elhagyni az Európai Uniót, és itt kapcsolódik egyébként ez a terrorizmus problémája, és a legutóbbi brüsszeli terrorcselekmény kapcsán is hogy rengeteg olyan ember tartózkodik az Európai Unió területén, akiknek már rég haza kellett volna menni. Körülbelül tízből jó, hogyha három haza megy végső soron, ezért az ő problémájukat is meg kellene oldani. A lényeg az igazából, hogy van olyan elem, hogy ha minden kötél szakadt, akkor végső soron az országoknak, a tagállamoknak egyrészt rendkívüli helyzetekben, tehát amikor egy országot, mondjuk Olaszországot hirtelen óriási nagy mértékű menekült áradat vagy migrációs hullám sújt, hogy akkor valami fajta elosztásban ész kell majd venni. És ugye ez az a pont, ami nyilván a magyar kormány számára vállalhatatlannak tűnik, és ugye a másik pont az, hogy mindent ellen ez, ami azt mondja, hogy szívó hatást fejt ki a migrációra. Bár ugye ez az a pont, ami, ami a legkevésbé nagyon nehezen értelmezhető, meg kell, hogy mondjam, a jelenlegi helyzetben, hiszen ha elfogadjuk azt az érvelést, hogy a magyar kormány szerint egyre nő a nyomás, a migrációs nyomás a déli határunkon, hogy a Magyarország állítólag felépített egy szuperbiztos fedezéket, ugye ez, ez a kerítés. Ha a kerítés ellenére jönnek a migránsok, akkor azért valahol kérdőjelet kell legalább tenni, hogy vajon a kerítés elég elrettentő elő, meg a magyar, a Európában a legkeményebb, legszigorúbb menekültügyi szabályozás a magyar, amit az Európai Bíróság a jelenlegi formájában több esetben is elítélt már és módosításra kényszerített, nem mindig sikerült, de kényszerített. Még ez sem elég elrettentő erő ahhoz, hogy tömegével érkezzenek ezek szerint a magyar határa a, a menekültek, vagy a migránsok. Állandó brüsszeli tudósítónkkal Gyévai Zoltánnal beszélgettem, én Bovesz Tibor vagyok, köszönöm figyelmüket!